városunk lakosságának biztonságérzetét, nyugalmát elősegíti, hogy a tűzoltóság éjjel-nappal elérhető, állandó ügyeletet tartanak, s ha szükség van rájuk, segítenek. Állományukat most létszámban, tudásban is gyarapítják. Vizsgára készülnek a fiatalok, s ehhez sok-sok gyakorlásra van szükség. A gyakorlás mozzanatait örökítettük meg március 28-án délelőtt. Vasari Ferenc tűzoltó parancsnok úrral nem először találkoznak a kábel televízió nézői, először azonban, hogy úgy mondjam, steril körülmények között stúdióban beszélgettünk. A mai délelőttön viszont kint vagyunk a sportpályán. Azt szeretném megkérdezni, hogy mi történik itt most, illetve mi történt néhány perccel ezelőtt? Tehát néhány perccel ezelőtt most a ifjú állomány most van oda iskolán, mezőtúron, és azoknak jöttünk egy ilyen általános gyakorlatot, amit ugye itt a sportpálya lehetővé tesz, hogy kiguríthatjuk minden tömlőnket, mert azért elég hosszú vezetékek, és azt gyakoroljuk most. Ha egy kis magyarázatot kaphatnánk, mi az, amit gyakoroltak? Tehát ez most egy komplex gyakorlat, tehát a táplálás szereléstől az alapvezeték, tehát a két működő sugárnak a működtetéséhez szükséges vezeték sorozatot mutattuk be. És most szeretném bemutatni azokat, akik a mai délelőttön részt vettek. Nagy Róbert vagyok. Sörös Tibor vagyok. Vékony Zoltán vagyok. Kovács Otto vagyok. Nagy Gábor vagyok. Köszönöm szépen, és ha vizsgára készülnek, akkor a további felkészüléshez nagyon jó eredményeket, és a vizsgához pedig természetesen nagyon jó sikert meg, hát egy kis szerencsét is. Köszönjük.